Sarkadi Imre 1921-ben született és 1961-ben halt meg. 2021-ben volt születése 100. és halálának 60. évfordulója. Sarkadi már életében híres volt, munkásságát halála után pedig évtizedekig kikerülhetetlen irodalmi értéknek tekintették. Ezért is különös, hogy az évforduló szinte teljesen nyomtalanul múlt el. Egyike a szorványos és szerény publicitású megemlékezéseknek a Katona József Színház kantinjában volt. Első korszakában írta azt a novellát, amiből részletet hallunk, látunk. A II. Világháború utolsó hónapjaiban vagyunk, valahol Magyarországon. Lila felhők lepték el az alkonyi eget. Fölül tiszta, kék volt az ég. Légitámadásra alkalmas idő. Zsigmond hadnagy az elsötétített várost nézte, ahol egy negyed évvel ezelőtt még bizonyára sokkal élvezetesebb éjszakát lehetett volna tölteni, mint most. Ment a sötét utcákon, aztán betért egy kocsmába. Két öreg ember csendesen ült a fröccsös pohara mellett, mindegyik szemmel láthatóan részegen. Az asztal nedves volt előttük, belekönyökölték a nedvességbe, a piszokba. Mire hazamennek, gondolta Zsigmond, akkor a mindegyiknek tántorúval áll. Irtózatosan tehetséges ember volt, de abban egészen biztos vagyok, hogy... Hát ha megnézzük, hogy 23-25 éves korában milyen színvonalú novellákat írt, ami nagyon ritka, az egészen meghökkentő. Németh László írja egyébként, hogy a nemzedékének Pilinszky János mellett a legnagyobb reménysége. Ha nem csak Németh László becsülte így, hanem I. és Gyula is, hogyha a nekrológot vagy azt az emlékezést, amit írt I. és Sarkadi halála után. Hogy ő... Megint dől, és néztük, csak néztük a köveket megerdőt. A 6. napon este Boldizsár azt javasolta, hogy valamit csak kéne tenni. Hát, kéne, de ő már tudta, hogy mit. És beszélt, hogy a rontást el kell űzni a vidékről, lélekkel kell megtámasztani a falakat, rossz lélek dönti, jó lélek támogassa. Hát, csak hallgattuk, és figyelmesen néztük Boldizsárt. Egy asszony vétke, mondta, rossz asszonyé. Hát egy jó asszonynak kell kiigazítani. Na hiszen, gondoltam s velem a többiek is, Máté még a káromkodást is abba hagyta. Mióta építik asszonyok a várat? Tehetségére jellemző tény, hogy ő írta meg a Kútban című novellája alapján egy filmes remekmű, a Körhinta forgatókönyvét. Biró Máté nem lehetett akkor több 18-19 évesnél. A borzas szőke haja, a szeplős képe és a nagy, füligérő szája tűnt fel először annak, aki ránézett. Mosolygott, vagy inkább vigyorgott mindig. Csúcson volt. Kijutott a filmmel a Káni Filmfesztiválra. Rálátott kintről mindarra, ami odahaza van. Ha ki akarunk kerülni a magunk szűk művészi perspektívájából, akkor feltétlenül tekintetbe kell venni azt is, írja Franciaországból, hogy mindaz, ami számunkra világos és érthető, hogyan hat a más társadalmi rendben és más országban élő egyszerű emberek előtt. Ám de ugye ez a mondjuk ilyen reform kommunista korszak 56-ig tartott. Hogy mondjam, ha ittuk a köröket, akkor mindig, ha ő rá került a sor, ő rendszeresen nem bújt ki ez alól, de pénze az nagyon ritkán volt. Nagyon nehezen viselte az 56 utáni időket, ekkor még fokozódik is az alkoholizmusa. Egyszer pezsgőt ivott az ebédjéhez, többször betért az eszpresszóba konyakot inni. Otthon meglátszott a változás. Én azt érzékeltem, hogy ő milyen nagy író, de gondolj el, hogy nem olvastam tőle én semmit. Én volt egy ilyen felületes kedveskedés közöttünk, hogyha találkoztunk mindig
úgy kedveskedve veszekedtem vele, hogy te miért nem írsz, meg miért nem írsz, de ugye azt én nem gondoltam végig, hogy ő ír, de leginkább az asztalfiókba rakja, szóval. Milyen maga foglalkozása? Foglalkozásom, hogy szabad vagyok. És mit csinál egész nap? Semmit. De mit csinál egész nap? Mi a foglalkozása? A foglalkozásom az, hogy szabad vagyok. Nagy szabadságában az asztalfióknak írja meg az Oszlopos Simeon című drámáját. Simeon megvakult, megnémult, megmerevedett, nyomorékká vált, elfelejtett látni, hallani, beszélni, csak az igazságot tudta keresni. És mi az igazság? Büszke volt, tartása volt, tudta, mennyit ér, de ugyanakkor első volt a szerénységben, alázatban, a másik ember tiszteletében. Lent volt ő is a beomlott kút fenekén. Idejét múlt eszmék rázuhan törmelékei alatt. 10 körömmel kaparta ki magát egyedül, sőt ellenünkre. 10 körömmel kapaszkodott fölfelé, s visszazuhant, mikor pedig már látta a kinti világot.